Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Kiállnak Szekszárd jegyzőjéért. A Fidesz szerint érthetetlen, miért akart felmondani a polgármester a hivatalvezetőnek. Pozitívan nyilatkoztak a tavalyi évről. Beszámolókat hallgattak meg a képviselők. Munkahelyi balesetben elhunytak emléknapja. Tolna vármegyében tavaly egyetlen tragikus eset történt. Nyílt napot tartottak. A Gerjenben épülő lakóparkot tekinthették meg az érdeklődők. Erősítse meg hivatalában Szekszárd jegyzőjét a város polgármestere. Erre szólítja fel Ács Rezsőt, a Fidesz helyi frakció vezetője. Máté Péter azt mondja, a településvezető annak ellenére akart felmondani Gábor Ferencnek, hogy ő rengeteget és jól dolgozott a városért. A frakció vezető szerint egyébként közöttük és a polgármester szerint nem most, hanem már 2019-ben érezhetőek voltak az ellentétek. Üres volt a jegyzőszéke a csütörtöki közgyűlés idején, de nem csak most, már március végén sem vett részt az ülésen dr. Gábor Ferenc. Akkor derült ki, hogy néhány nappal korábban Szekszárd polgármestere táppénz alatt próbált felmondani neki. A Fidesz helyi frakcióvezetője szerint ez hatalmas hiba volt. A hivatalvezető ugyanis rengeteget és jól dolgozott a városért és a fejlesztések érdekében. Máté Péter azt mondja, így volt ez az épülő uszoda esetében is, vagyis abban a tárgyalássorozatban, aminek során sikerült elérni, hogy a beruházást és a későbbi üzemeltetést átvegye a várostól az állam. Jól dolgozó, szakmailag úgy gondolom, hogy kiváló jegyzőt a polgármester eltávolította a hivatalból. Mikor ezt megtudtam, akkor a szándékot, akkor én elmentem a polgármester úrhoz, és kértem, hogy ne tegye, vonja vissza ezt a... Nem sikerült, úgyhogy a közgyűlésen, a március 30-i közgyűlésen döntöttünk arról, hogy akkor a polgármestertől a hatásköröket, amiket a különleges jogrend alatt magához vont, és gyakorlatilag ő egy személybe döntött nagyon sok gazdasági dologról, ezeket bizottsági hatáskörbe tesszük. Máté Péter ezért arra kéri a polgármestert, erősítse meg hivatalában az azóta is táppénzzel levő dr. Gábor Ferencet. A frakcióvezető egyébként azt mondja, Ács Rezső és a kormánypárti képviselők között nem most kezdődtek az ellentétek. Ennek első jele az volt, hogy a polgármester 2019-es megválasztását követően nem ült be a közgyűlés Fidesz frakciójába, később pedig nem egyeztetett a párttársaival a döntések előtt. A Fidesz frakciót kizárta mindenféle döntés előkészítésével. Soha nem beszélt meg velünk semmit, a véleményünket nem kérte ki, a különleges jogrend alatt pedig szinte azt kell mondanom, hogy fölöslegesen dolgoztatott bennünket, mert a javaslatainkat javaslatnak tekintette, de a döntéseiben nem értette be. Emiatt Máté Péter szerint arról sem tudnak, milyen és hány szerződés köttetett a városházán az önkormányzati képviselők megkérdezése nélkül. A pénzügyi bizottsági elnökként ki fogom kérni az egész eddigi kifizetéseket, hogy tisztán lássuk azt, hogy a polgármester úr hova, mire költötte a pénzt, amiről nem tudtunk, mert egy személybe dönthetett ezekről a dolgokról, és ezt mindenképp ki fogjuk kérni, és átnézzük. Szekszárdon a közgyűlés egyébként május 4-én ülésezik legközelebb. Május 1-én igazi programkavalkáddal várják Szekszárdon az érdeklődőket a Prométheusz Parkban. A Babits Mihály Kulturális Központ közleménye szerint a városi retromajális ideje alatt május 1-én reggel 6-tól 24 óráig lezárják az August Imre utcának a szekszárdi járásbíróság és a Kiskorzótéri kereszteződéséig tartó szakaszát, illetve hétfőn szintén a Kiskorzótéren található szupermarket mögötti parkolót is lezárják reggel 6 órától 24 óráig. Olcsónak, egyszerűnek és igazságosnak nevezte a május 1-től használható vármegye és ország bérletet az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedését felelős államtitkára pénteki székesfehérvári sajtótájékoztatóján. Nagy Bálint azt mondta, fontos közlekedéspolitikai cél hozzájárulni a lakosság mobilizációjához és a gazdasági növekedéshez. Hozzátette, a jelenleg zajló tárgyalások azt célozzák, hogy a helyi köziközlekedésen kívül a helyire is kiterjesszék a vármegye és országbérletekhez hasonló rendszert. Nem történt felderítetlen bűneset 2022-ben Dombóváron. Többek között erről is hallottak beszámolót a város képviselői. A városvezetők többek között pályázatot írtak ki szociális kaszálásra, és 6 bírósági ülnököt is delegáltak a Dombóvári járásbíróságra.
tűzoltósági, katasztrófavédelmi, rendőrségi és több más szervezet 2022-es beszámolójával kezdődött Dombóvár város legutóbbi pénteki testületi ülése. A város polgármestere szerint örömteli, hogy mindenki pozitívan beszélt a tavalyi évről, akárcsak az, hogy nem történt több bűneset, mint az előző években, és nem is maradt felderítetlen ügy sem. Mindezen túl még örömteli volt az a hír, hogy tudtuk tárgyalni a Dombóvári Focisügyi Egyesület kérelmét, hiszen a közel 200 gyerekkel foglalkozó egyesület egy kis busz beszerzéséről döntött egy TAO-s pályázat keretében. Nyilván a TAO forrást júniusban fogják megkapni, ezért ők kezdeményezték, hogy egy 6 millió forint visszatérítendő támogatásra segítsük, hogy a busz be tudják szerezni előbb, hogy még az iskolai időben tudják ezzel a gyerekeket szállítani. Meglepő fordulat volt ebben az ügyben, hogy az ellenzéki képviselők kígyót békát kiabáltak, ami számunkra értelmezhetetlen, hiszen ennél nemesebb célra nem tudtunk volna adni 6 millió forintot, amit egyébként visszafizet az egyesület két hónapon belül, mint hogy a dombári gyerekeket szállítsák, és azok biztonságban érkezzenek meg edzésre, és érkezzenek haza. Az ülésen Szabó Lórend képviselő kérdéssel fordult a képviselők és a jegyző felé a szállásrétító ügyében. Tavaly márciusban a képviselőtestület döntött, hogy a szállásrétító és közvetlen környezetét kiadja működtetésbe, haszonbérletbe egy vállalkozónak. Ugyanakkor dombóváriaktól érkezett a jelzés, hogy az önkormányzat továbbra is az, aki gondozza a területet. A közmunkások nyírják a füvet, az ottani szökőkutat szintén a város polgárai fizetik ki. Ez egy elég súlyos szabálytalanságra vetíthet fényt. Szeretnénk ezt komolyabban megvizsgálni. Dr. Szabó Péter Dombóvár város jegyzője szerint minden a szerződésben leírtak alapján történik. Az önkormányzatban bérleti szerződés útján bérbeadta az ingatlant, a szerződésben a felek úgy rendelkeztek, mivel a hatósági engedélyhez kötött részei is vannak, a hatósági engedély megszerzését követő napon lép hatályba a szerződés, tehát bár egy aláírt szerződésről beszélünk, ez jelenleg nem hatályos, tehát a feleket nem kötelezi semmilyen formában. A képviselők a pénteki ülésen döntöttek még többek között arról, hogy pályázatot írnak ki a szociális kaszálásra, illetve hat bírósági ülnököt is delegálnak a Dombóvári Járásbíróságra. A háború és szankciók sújtotta a gazdasági helyzet ellenére éves alapon 19 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma 2023 márciusában. Ezzel Magyarországon 4 millió 707 főre emelkedett a munkavállalók száma, közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium pénteken, a Központi Statisztikai Hivatal frissen megjelent adataira reagálva. A szaktárca közleményében ismerteti, a munkanélküliek aránya 4%-ot tett ki, ami a hetedik legalacsonyabb az EU-ban. Külön eredmény, hogy az előző hónaphoz képest 0,9%-ponttal csökkent a fiatalok munkanélkülisége, amely mintegy negyedével kedvezőbb az uniós átlagnál. Az adatok rávilágítanak, hogy a kormány intézkedései hatékonyan és eredményesen védik meg a munkahelyeket, a teljes foglalkoztatottságot, a családokat. Annak érdekében, hogy hazánkban a foglalkoztatottság tovább bővüljön, 14 vármegyében és a fővárosban új vállalkozóvá válást elősegítő munkaerőpiaci program indul. Egyetlen halállal végződő munkahelyi baleset történt tavaly Tolna vármegyében. Ez derült ki azon a konferencián, amit a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapja alkalmából tartottak Szekszárdon. A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját világszerte április 28-án tartják. Ekkor az érintett dolgozók előtt tisztelegnek a családtagjaik, volt kollégáik és ismerőseik. A magyar kormány 2012-ben nyilvánította hivatalos emléknappá április 28-át. Szekszárdon idén a Tolna vármegyei kormányhivatal szervezésében tartottak munkavédelmi konferenciát ez alkalomból. A tavalyi év során országos szinten 68 halálos baleset történt, munkabaleset, Tolna megyében csak egy, de ez is nagyon sok. Hát én azt gondolom, hogy van még mit tenni. Meg hát, ha az ember nem figyel, hogyha a prevencióval nem élünk, akkor bizony előfordulhat, hogy emberek megsérülnek, és nyilván az a cél, hogy aki dolgozik, az egészségesen menjen haza a családjához. A felszólalók között ott volt Zöld Nagy Viktória, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás felügyeletért felelős helyettes államtitkára is. Ő arról beszélt, hogy bár az elmúlt egy évtizedben jelentősen csökkent a munkahelyi balesetek száma, ami a kormányzati szigorításoknak is köszönhető, mégsem lehetünk elégedettek addig, amíg évente akár egyetlen ilyen eset is történik.
Folyamatosan azon kell dolgoznunk, hogy minél jobb körülményei legyenek a munkavállalóknak, értve ez alatt a fizikai, biztonságos munkakörülményeket, és nyilván a pszichoszociális tényezőket is, ami azt gondolom, hogy az utóbbi időben egyre jobban felértékelődött. Úgyhogy éppen ezért nagyon fontos ez a mai nap, amikor meg tudunk emlékezni azokról, immáron 10. éve, akik munkabalesetben megrokkantak vagy elhunytak, és ez nyilván alkalmat ad arra is, hogy egy kicsit beszéljünk azokról a kihívásokról, amik jelenleg a munkavédelem területén vannak, és mi számot tudjunk adni a kormányzati elképzelésekről. A cél tehát az első olyan esztendő elérése, amikor az országban nem történik egyetlen halállal végződő munkahelyi baleset sem. Magyarország kedvező járványügyi helyzetére tekintettel az országos tisztifőorvos május 1-ével visszavonta a kötelező maszkviselésre vonatkozó határozatát, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ pénteken. A tájékoztatás szerint hétfőtől az egészségügyi és a szociális intézményekben sem a dolgozóknak, sem a látogatóknak nem kell maszkot hordaniuk. Hozzátették, a kórházigazgatók saját hatáskörben továbbra is dönthetnek a kórházat vagy a kórházon belül bizonyos osztályokat érintően a kötelező maszkhasználatról. A múlt héten 12.900-an fordultak influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentésében. Azt írták, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései szerint április 17-e és 23-a között 148.700-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 12.900 embernél diagnosztizáltak influenza-szerű megbetegedést. Utóbbiak közül a betegek 34,6%-a gyerek, 32,7%-a 15-34 éves volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 24,3%-a, 8,4%-a pedig a 60 éven felüliek közül került ki. Az NNK laboratóriumába a múlt héten beküldött 38 légúti mintából 15-ben az influenza valamelyik típusát, egynél a légúti óriás sejtes vírust és két mintában a koronavírus mutatták ki a vizsgálatok. Gerjenben nyílt nap keretében tekinthették meg az érdeklődők a lakópark területén már elkészült házakat. A következő időszakban további 4 épület kivitelezése kezdődik meg, amelyek 550 ezer forintos négyzetméter ártól érhetőek el. Süli János, Tolna vármegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője is megtekintette a gerjeni lakóparkban elkészült ingatlant az értékesítő által meghirdetett nyílt nap keretében. Jelenleg 4 ház készült el, és újabb 4 építése kezdődött meg a területen. 5 évvel ezelőtt polgármester úrral még itt csak ábrándoztunk, meg rajzokat nézegettünk, hogy lehetne itt telkeket kialakítani, hogy tudnánk ide majd az atomerőműépítés kapcsán is kihozni munkavállalókat, hogy tudnánk a népességet növelni, szakóvoda, iskola, mindennek ugye más a státusza, de akár csak a közös önkormányzat, vagy egyedi önkormányzat, minden függ attól, hogy növekszik-e a létszám. A lakosság létszámának növekedése pedig elkezdődött. A település önkormányzatához is számos megkeresés érkezik a lakóparkkal kapcsolatban, valamint szolgáltatók is szeretnének a jövőben helyet kapni a településen. Próbáljuk a szolgáltatási palettát majd bővíteni, a megtartáson túl nyilván. Többen kerestem már bolt, üzletek, boltok nyitásával, egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatosan, hogy milyen lehetőséget tudunk a településen biztosítani, és hát nyilván megpróbáljuk az igényeket kielégíteni, akár telekértékesítéssel, akár ingatlan bérbeadásokkal és bármi egyébben, ami előre mozdítja a település fejlődését. A gerjeni lakóparkban található telkek 650 négyzetméteresek, erre választható 117, illetve 154 négyzetméteres ingatlan, amelyek 550 ezer forintos négyzetméter ártól érhetőek el. Jelenleg a következő 4 háznak az építése kezdődik meg. A telkeke 650 négyzetméter körüliek, és akkor erre választható 2 típus terv, A és C típusú házakból lehet most választani. Ezek 117-150 négyzetméter közötti házak. Az ár tartalmazza a hideg, meleg burkolatokat, amit a tulajdonos egyénileg választhat ki, emellett szanitereket, szerelvényeket, lámpákat, valamint 70 négyzetméter térkövet is magába foglal a vételár, amit a vevő igényei szerint helyeznek el a telken. Az építtető cég
rugalmasan kezeli az igényeket. Az alap négyzetmétert úgymond megszabtuk, meghatároztuk, figyelembe vettük a kedvező hiteleket, a csokot, egyéb családtámogatási programot. Ennek alapján határoztuk meg, de a belső falak azok teljes mértékben változtathatók, nyilván a jó ízlés határa és a szakmaiság megtartása mellett. A hagyományos téglafalazatú épületek alacsony rezsiköltséggel tarthatóak fenn, köszönhető ez például a hőszivattyús padlófűtésnek. Az ingatlanok energiabesorolása BB, azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő épületek a Gerjeni lakóparkban elkészült házak. Regionális híreink következnek. 9 baranyai csapat mérte össze tudását. Első segélynyújtó verseny a Vöröskeresztnél. Ajándékokkal készültek a Kerekvilág Alapítvány ellátottjai. Látogatás az állatmenhelyen. 1700 embernek segítettek. 3 éve működik az Áldozatsegítő Központ Pécsen. Kilenc baranyai csapat mérhette össze elsősegélynyújtó tudását. A Magyar Vöröskereszt ugyanis immár 51. alkalommal szervezte meg ezt a megmérettetést. A baranyai szervezet székházában olyan feladatokat oldottak meg a résztvevők, melyen a hétköznapok során akár a háztartásban is előfordulhatnak. 51. alkalommal hirdette meg a Magyar Vöröskereszt az első segélynyújtó versenyt. A megmérettetés megyei fordulójára Baranyába 9 csapat érkezett, akik a szervezet székházában, illetve annak területén mutathatták meg tudásukat. A feladatok elvégzését az országos mentőszolgálat munkatársai követték figyelemmel, majd értékelték azokat, de jelen voltak a Magyar Vöröskereszt országos igazgatóságának munkatársai is. Több kategóriában indultak a versenyzők. Minden megye megrendezi a saját területi versenyeit, a területi verseny győztesei, kategória győztesei pedig felkerülnek a megyei versenyre. 3 kategóriát különböztetünk meg, ugye van gyermek, ők ugye az általános iskolás kategória, van az ifjúsági, ők a középiskolai kategória, középiskolás korosztály, és van a felnőtt, ugye az a 18 év feletti, de nem szakellátásban dolgozó vagy tanulóknek a versenye. A 9 állomásos versenyen olyan feladatok vártak a csapatokra, melyek a mindennapi életben könnyedén előfordulhatnak. Laikus elsősegélynyújtókról beszélünk, úgyhogy csak közel háztartási baleseteket imitálnak az imitátoraink, és abba kell helytállni a fiataloknak. Tehát itt például ugye a hátunk mögött egy motoros ütközött egy rolleressel, van, ahol például a vízforralóval égette meg magát. Tavaly volt olyan versenyszámunk, ugye, amikor ablakpucolás közben létre eldőlt és kitört az üveg. Tehát általában laikus tudással megoldható feladatokat oldanak meg a fiatalok. Az eredményhirdetés során a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt kategóriákban is kiosztották a dobogós helyezéseket. Szeptemberben Szolnokon rendezik meg az országos fordulót, ahol minden kategória első helyezettje versenghet a győzelemért. Takarók, fekhelyek, játékok. Többek között ilyen ajándékokkal készültek a Kerekvilág Alapítvány ellátottjai, amikor látogatást tettek a Hasikó állatmenhelyen. Az alapítvány tagjai a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság programjában vesznek részt, amely a felelős állattartásra, annak szabályaira irányul. Az állatmenhelyen megismerkedhettek a mintegy 30 kutyával a résztvevők. Na ide nézzetek, hogy nem kell félni a Buksival, kölyök kutyákkal és nagyobb testű ebekkel is megismerkedhettek a Kerekvilág Alapítvány ellátottjai. A pécsi Hacsikó Állatvédő Egyesület látta vendégül a csoportot. A résztvevők nem üres kézzel érkeztek, számos ajándékot készítettek a menhely lakói számára. Az intézményben az ellátottaink készítettek párnákat hulladékanyagokból, illetve gyűjtést is rendeztünk, vagy kértük őket, hogy hozzanak be minden olyan használható anyagot, ágyneműt török között, amit itt tudnak használni az állatoknál. Játékok is előkerültek a zsákokból, amiket nagy örömmel fogadtak a négylábúak. A Kerekvilág Alapítvány egyébként a Baranya Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársainak köszönhetően jutott el az Állatvédő Egyesülethez. Az egyenruhások ugyanis egy a felelős állattartás népszerűsítő programot indítottak, melyben az alapítvány tagjai is részt vesznek. Így látogathattak el a Szabolcs faluban működő menhelyre, ahol tárt karokkal várták őket. Nagyon örülünk, hogy jöttek egyrészt látogatók, az ajándékoknak is örülünk,
Itt mindig van mire felhasználni a dolgokat, takarók ugye a kutyák alá, a kispárnák a kisebb kutyák alá, játékok, bőven megy, mert amit a kisebbek kint hagynak, a nagyok azt egy-két szóból szétszedik, úgyhogy itten fogyóeszköz a játék, meg a takaró, meg minden ilyen dolog. A Hachiko Állatvédő Egyesület egyébként 2015-ben alakult. Céljuk, hogy befogadják a bántalmazott, rossz fizikai állapotba került kutyákat, majd megfelelő orvosi ellátásban részesítsék az állatokat. Jelenleg 32 kutya él ezen a telken, nem is fér már több, tette hozzá Pintér László. Hamarosan viszont megépítik az idős kutyák otthonát egy másik helyszínen, hogy minél több állaton segíthessenek. 3 éve működik Pécsen az Áldozat Segítő Központ. Ebből az alkalomból tartottak sajtótájékoztatót a Baranyai Vármegye székhely főterén. A résztvevők elmondták, hogy az elmúlt évben 1700 embernek segítettek, akik valamilyen bűncselekmény áldozataivá váltak. A központ anyagi, pszichológiai és jogi segítséget is nyújt azoknak, akik ezekre rászorulnak. 2020-ban nyitotta meg kapuit Pécsen az Áldozatsegítő Központ. A Széchenyi téren kialakított irodában szakemberek foglalkoznak azokkal az emberekkel, akik valamilyen bűncselekmény áldozataivá váltak. A legfontosabb, hogy az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatást nyújtanak, hangzott el az eddigi eredményeket bemutató sajtótájékoztatón. Jogi, érzelmi és pszichológiai segítséget is nyújtanak, legyen szó gyermekről vagy felnőttről. Az indulás óta folyamatosan nő az elért áldozatok száma, ami annak köszönhető, hogyha valaki tesz egy büntető feljelentést és beleegyezik abba, hogy adatait átadják az áldozatsegítő központ részére, akkor ők felkeresik az áldozatot. A bűncselekmény típusok tekintetében nyilván vagyonelleni bűncselekmények azok, amelyek főként fejsúlyosak a feladatellátásunkban. Itt külön kiemelném egyébként a csalással kapcsolatos, internetes csalással kapcsolatos bűncselekmény típusokat, ami az elmúlt 2-3 hónap során drasztikus növekedésnek indult. Azonban nem csak ezen áldozati kör tekintetében, hanem a személy elleni erőszakos cselekményt elszenvedő áldozatok körében is kiemelkedően magas ügyszámmal rendelkezünk, valamint ide sorolhatjuk a kapcsolati erőszak áldozatait. Baranyában az elmúlt évben több mint 2900 regisztrált bűncselekmény vonatkozásában intézkedett az Áldozatsegítő Központ. Beszédében Őri László külön köszönetet mondott Magyarország kormányának, valamint Varga Judit igazságügyi miniszternek, hogy segített és támogatta azt, hogy egy ilyen az áldozatok számára is könnyen elérhető helyen legyen a segítség. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt 10 esztendőben a regisztrált bűncselekmények száma országosan és a Baranyai régióban is jelentős mértékben csökkent. Hozzátette azonban, ha csak egyetlen ember válik bűncselekmény áldozatává, annak az az egy is sok. Én azt kívánom, hogy a lehető legkevesebb tagja kerüljön a közösségnek ilyen helyzetbe, azt viszont eredménynek tartom, hogy ha már ilyen helyzetbe kerül valaki, akkor legyen hova fordulni, és ott valós segítséget, valós támogatást kapjon. A Pécsi Áldozatsegítő Központban az elmúlt évben több mint 1700 bűncselekmény áldozatának tudtak itt Baranyában segítséget és támogatást nyújtani. Én azt gondolom, hogy ez egy igen komoly eredmény, és komoly szakmai munka van mögötte. Az elmúlt 2 év során egyébként megnégyszereződött a hazai szolgálat kapacitása. Ez azt jelenti, hogy 12 új áldozatsegítő központ és további 3 áldozatsegítő pont kialakítása valósult meg 2021 óta. Ebből következik, hogy jelenleg hazánkban 15 vármegyében érhetők el az áldozatsegítő központok és pontok szolgáltatásai. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Kiállnak Szekszárd jegyzőjéért. A Fidesz szerint érthetetlen, miért akart felmondani a polgármester a hivatalvezetőnek. Pozitívan nyilatkoztak a tavalyi évről. Beszámolókat hallgattak meg a képviselők. Munkahelyi balesetben elhunytak emléknapja. Tolna vármegyében tavaly egyetlen tragikus eset történt. Nyílt napot tartottak. A Gerjenben épülő lakóparkot tekinthették meg az érdeklődők. Délelőtt nyugat felől fokozatosan szakadozik, vékonyodik, csökken a felhőzet, csak elvétve fordulhat elő kisebb eső. Éjszaka a zivatarok megszűnnek, de néhol előfordulhatnak gyenge záporok. Változóan felhős marad az ég. Vasárnap délelőtt a Dunántúlon, délután már keleten is kissé megélénkül az északi szél. Napsütés, illetve változóan felhőség mellett elszórtan alakulhatnak ki gyenge záporok. Hétfőre már egészen kellemes időjárás körvonalazódik, zömmel napsütés lehet a jellemző.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!